Sziasztok! Zozok vagyok, folytatjuk tovább a Witcher 3 New Game Plus-t. Magyarul új játék plusz videósorozatot, ami ugye nem végigjátszás. Ne felejtsétek el. De habár összekavarhat titeket az, hogy most végsősoron ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. De ez csak azért van, mert a Vörös Várok küldetést csináljuk, ami nagyon hosszú. Folytatás. Miért nem volt ilyen hosszú ideig videó a csatornán, legfőképpen ugye Witcher videó, mert ezt nagyon szeretitek, de Divinity-vel sem tudtam annyit foglalkozni. Egyrésztről leeresztettem, mint a Luffy, másrésztről meg az időfutár rádiójátékot hallgattam, amiről azt kell tudni, hogy egy ifjúsági rádiójáték, ami 2012 vagy 2014-ben kezdték el, és már van belőle 3 évad, van belőle regény is, ami már túlnőtte a rádiójátékot, tehát már nem is tudom, hogy 6 vagy 7 vagy 8. regénynél tartanak, és most a legutóbb, hát ez pár éve elkészült belőle a színmű, vagyis hát a színdarab. És az ifjúság követeli biza az, hogy legyen belőle valamilyen film, vagy ilyen filmsorozat, tévésorozat. Oké, várjátok, gyorsan berakom azt, hogy nekem mit is kéne csinálni. Tamarával kellene beszélnünk. Igen. Játszottam egy picit a játékkal, és én ott a Bárónak a vonalát követtem, tehát hogy beszélj Báró a családjáról, de nincs értelme. Ez a követendő útvonal. Mert utána beszélünk vele, és úgy is azt mondja, hogy keresjük meg Tamarát. Tehát lényegtelen. Tamarával kell beszélnünk. Jó. Oké, tehát időfutár című rádiójátékot hallgattam. 3 évad, évadonként 70 rész, és 1 rész 15 perc, ami nagyon sok. Tehát hosszú napjaim úgy teltek el, hogy feljöttem, hazajöttem, stb. Itt ültem a tök sötét szobámban, volt egy hangkeltő eszköz, amin keresztül hallgattam a rádiójátékot. A rádiójátékot elérhetitek a YouTube-on is, beírjátok a YouTube keresőjébe, hogy akit esetleg ugye érdekel, hogy időfutár, és akkor megkapjátok a linkeket, vagy ugye letöltitek valahogy az interneten az MP3-akat. Én ugye ezt az utóbbit tettem meg, és akkor mindig, amikor volt időm, hallgatom a rádiójátékot. És olyannyira elkapott, hogy majd amikor lesz pénzem arra, akkor valószínűleg, hogy megveszem az első kötetet is, és megnézem, hogy regényben milyen. Ugyanis jobban dicsérik a regényt, mint a rádiójátékot. És ezzel megint csak fölcsigáztak. Tehát, hogy akkor belekóstolunk a regénybe. Attól eltekintve, hogy ez ifjúsági rádiójáték, ifjúsági regény, stb. Ugye szórakoztató. Tehát az, hogy ifjúsági irodalom, ifjúsági hanganyag, stb. Történet, az nem riaszt engem vissza soha. És mi történt? Honnan lőttek? Látjátok, hogy honnan lőnek? Ó, ott van. Nehogy már, basszus, milyen látásotok van nektek, hogy ilyen messziről kiszúrtatok? És ti kik vagytok? Segítségre szoruló személy. Van ekimarám? Akarok ekimarát. Ezt mindig elsütöm, de ez annyira rossz poén, hogy ezt nem felejtem el. Pont azért, mert rossz poén. Nincsen, basszus! Ó, meditálnom kellett volna. Na jó, nézzük meg őket, hogy mit csinálnak. Hoppá, állj! Állj! Koponyások! Na menj! Hülye vagy! Hagyja már! A lóg van! A kurva! Szálltokat! Geráldot a földön levegőt! Földön levegőt? A földön heverőt, basszus! Ajaj, ez így nem lesz jó ám! Ez így nem... Gyerekek, ezt hagynom kéne! A rabszolga hajtjára csak a 60-as szintű!
Jó, továbbfejlesztett táncoló csillag. Na jó, de ez így nem lesz jó, hogyha ő rohan utánam. A kurva. Gyerekek, egy nyilat belémült és majdnem meghaltam. Na jó, ezt őket hagyjuk, jó? Én nem akarok velük szórakozni. Amúgy is, tehát meditálnom kellene, nincs ekimarán. Fú, hol tartottam most a rádiójáték a kapcsolatban, meg ezzel az egész a kapcsolatban? Aj, basszus. Tehát, hogy egyre több helyről hallottam vissza ezt a Időfutár című rádiójátékot, regényt, stb. És mondtam, hogy... És olyan emberektől, akik magamkorúak, tehát, hogy idősebbektől. És hogy tök jó meg van írva, tök érdekes, nagyon érdekes hallgatni, mert fiataloknak szól, stb. És igen, tehát akkor elkezdtem, mondtam, 3 évad, 70 rész, részenként 15 perc, tehát nem kicsi a rádiójáték, a regény az meg még hosszabb, tehát most tényleg már nem tudom, már 6, 7 vagy 8 regény készült belőle, és szeretik az emberek, jól meg van írva, stb. És az első évad, milyen messze vagyunk amúgy? Igen, csak ameddig én várjátok, mondjuk megcsinálhatom azt, hogy mondjuk ide teleportálok. Tehát, hogy akkor nem Oxenfurtba, hanem ide. Vagy csináljuk meg azt a kérdőjelet? Jó lenne a kérdőjeleket is földeríteni, csak hogy esetleg ássam azt, hogy mi van ott. Jó, akkor menjünk a kérdőjel. Várjátok, az mi lehet? Az nem a kőfejtőknek valamije? Nem volt már valami kőfejtős küldünk itt, nem? Vagy nem? Vagy hát ti lehet, hogy azt nem láttátok. Na jó, mindegy, nézzük meg. A franc vegye meg. Oké, viszont ezt ki kéne kerülnem. Hol tartottam már megint? Basszus kulcs. Ja igen, elkezdtem volna mondani azt, hogy milyenek ezek az évadok. Az első évad... maga a rádióték azt mondják, hogy nagyon nehezen indul be. És ez így is van. A regény azt mondják, hogy ezért is jobb. Tehát ugye a rádiójátéknak az első évad nehezen indul be. De mégis egész jó meg vannak csinálva a részek, mert... Nyomozás folyik, akkor bontakozik ki az a történet. És olyan ravaszul van megoldva, hogy mindig... Ugye van egy cliffhanger, tehát egy ilyen... olyan cselekmény, ami arra késztet, hogy a következő részt is meghallgasd. És ez nagyon jó. Tehát alig tudtam, így... nem hiszitek el, de részről részre így... lement a rész, és már ment a következő. Tehát alig tudtam abba hagyni, te úristen. Igen, tehát ez viszont az első évad nehezen indul be. A második évad... az... Hú, de lehet, hogy én nem is tudok bemenni. Mert erre a részre, mintha emlékeznék. Na mindegy. A második évad az maga a tökély számomra. Azt én nagyon élveztem, srácok, azt kell mondjam. A harmadik évad, az pedig egy picit számomra túl sok szálon kezdett szétterjedni, túl sok szára bontakozott szét, vagy bontották szét, és egy picit nekem sötét is lett. De ott is szerencsére ugye működötte az, hogy bizony... banditák távora... De be tudok itt most menni? Hogy bizony... itt is... Desertőr... 62-es szintű... várjatok! Nem meditáltam. Akkor próbáljunk egy picit visszamenni. Mert ez már hihetetlen, tehát... Ne felejtsen már el. Így... nem így kell, hanem így kell. Meditáció. Egy picit meditálunk. Jó. Super, super, super. És meg is iszom az ekimarát, mert ez nem hiszem, hogy szükség lesz rá. Felszerelés. Nem, bocsánat. Így. Ott van. Ja, fú, de rég játszottam a játékkal, azt a mindenit.
Ott szerintem mi volt? A villám fizet, akkor a fecske. Látom is, de jó, hogy ide rakta a fecskét. Oké, így. Na és akkor elfogyasztás. Oké, és meg is van. Így van. Tehát, hogy... tehát, hogy a harmadik évadban is, is működött szerencsére az, hogy... hogy a részek jól lettek fölépítve, és izgalmas volt, és mindig akkor meghallgattam a következő részt, mert alig bírtam magammal, hogy úristen, mi fog történni velük. Akit érdekel, ugye, és kéri tőlem a linket, mert lusta utána keresni, vagy az instrukcióm alapján nem találja meg, akkor az nyugodtan szóljon. Szívesen megadom a linket a YouTube verzióhoz. Ugye sajnos a torrenthez nem tudok adni. Azt oldjátok meg ti magatok. És igen, tehát végsősorban odáig jutottam, hogy... szegény kecske. Odáig jutottam, hogy... hogy amikor lesz időm és pénzem, most ugye már karácsonyra kell nekem spórolni, és ugye inkább játékokat veszek ebben az időszakban is, és nem a regényt, ez legyen most a én bűnöm, de viszont amint eljutok odáig, akkor biza meg fogom venni az első regényt és beleolvasok. Mert tényleg ezt is hallom vissza, hogy a regényben sokkal jobb az egész. Gondolom a fő sztori nem változik. Ugye nem hiszem, hogy bárkinek is nagy meglepetést okoznék ugye a cím alapján, hogyha elárulom azt, hogy egy ez időutazós sztori. Még egyszer mondom mindamellett, hogy ez egy ifjúsági anyag. Viszont szórakoztató. És megint följebb láttam én itt valami... cuszlikat. De jó, várjátok, ha jól látom... aha, ha jól látom, akkor meg is lett. Mert ugye inaktív. Jó, akkor viszont mehetünk is valamerre. Megyek hozzá, töki. Not your lucky day. Ahogy mondod, Gerard. Kis szemét védekezik. Ó! Az hallja, hogy védekezik, de miért ütnek ezek ilyen nagyot? Nézzük meg a felszerelést. 86, de ennyit azért nem számít. 98, 97, oké. Okay. Ide rárakunk esetleg egy 15-öst, ha van. Van. A páncélra. Nézzük már meg a kardokat is, ha már itt vagyok. 84, 77, akkor ide is egy 15-öst, ha van, akkor elnyomunk. Ott is van. Jó. Ígyni. Tehát így teltek a hosszú napok. Hosszú napok. Tehát nem semmi volt azt végighallgatni, ezt a három évadot. És szinte egy az egyben ledaráltam. Azt kell mondjam. Fölértem a csúcsra. Aha, hát a kulcsot meg kéne keresni. Lehet, hogy pont nála lesz. Nem, nála csak egy kis bunkó van. Illetve... Sok estémet elvitte az, hogy unoköcsémmel játszunk a State of Decay 2-vel, és ő meg este aktívabb, és kénytelen vagyok egy picit hozzáigazodni. És ugye ez is még egy jó pár estét elvitt, és valószínűleg, hogy ma is fog keresni. De majd meglátjuk. Ha nem, akkor most vicserezek. Na jó, van, menjünk innen, srácok. Menjünk Tamarához, mert a báró küldetés a fontosabb. Nem tudunk bemenni. Majd idején szerintem én még visszajövök.
Aztán nagyon én másra nem is emlékszem most így. Fú. Árleszállításon vettem ilyen, most volt ugye Halloween akció, és vettem egy nagyon olcsó játékot. Egy VR-ost, meg egy simát. Sajnos most erre van pénzem. És... viszont a VR-os is érdekes, mert a Titanicot vettem meg, amely végső soron egy nagyon furcsa VR élményt hozott el nekem. Arról van szó, hogy ugye a Titanicot fedezhetjük föl, a roncsot, ilyen mélytengeri kutatóként, és tök jó, hogy meg van csinálva. Ez végsősorban egy kalandjáték. És ami igazán meglepett, hogy van benne egy olyan blokk, amelyben... jó, hagyom őket. Amelyben... azt a bizonyos... részt tudjuk megnézni külső szemlélőként, ilyen animációs filmként lejátszva, amikor a nők és a gyermekek a mentőcsónakokkal elhagyják a Titanicot, és elsüllyed a Titanic. Fú, gyerekek, az egy nagyon furcsa VR élmény volt, és ez úgy pluszként ott van benne, tehát hogy ilyen, mint egy történelmi eseményként is ugye ezt meg tudjuk nézni. A másik pedig a Kingdom Newland? Lehet, hogy lesz belőle majd videó. Az pedig egy roguelike, most nem is tudom, hogy light vagy like játék. Pontosan utána kéne néznem, de minden esetre akkor maradjunk az alap műfajnál, hogy roguelike játékról van szó, és tök egyszerű. Két gombot kell nyomni benne, és arról szól az egész, hogy, és nagyon szórakoztató számomra, meg sokaknak is. Hát ezért vettem meg, mert jó értékeléseket kapott. És nézzük meg egy térképet viszont, srácok. Ugye most megnéztük azt a bogarasok kőfejtője. Akkor az más volt a kőfejtő, igen. És ott voltam. Jó, és akkor azt megnéztem, és akkor most már megyünk ide, de akkor ide menjünk, Zotya, jó? Te ki vagy? Boltos, akkor nem menjünk a boltoshoz, és akkor úgy fordulunk rá majd a bejárat. Ó, te kis szar! Na, hogy vagyok? Így vagyok. Na, gyere ide! Ha már így annyira akartál velem szerelmeskedni. Tehát egy roguelike játék, Kingdom Newland a játéknak a címe. És... arról szól a tök egyszerű. De ugye valamikor a legegyszerűbb játékok tudják nagyon jól berántani az embert. Aha, és már tovább jött a boltos. Hogy... király, nőt, lányt, mindegy, irányítasz. Lovon, ami a lóval néha lehet vágtázni, ameddig ki nem fullad, stb. És oldalnézetes, hát 2D ilyen... nem mindegy, 2D-s játék. És platformert akartam mondani, de nem platformer. És... a lényeg, hogy építesz egy birodalmat. Tehát egy várat, vagy egy táborhelyet, ugye még a kezdetek kezdetén, és szépen építesz föl őrtornyokat, szerz, toborzol katonákat, azokat, toborzol embereket, azokat katonáknak képezheted ki, munkásnak, vagy pedig ilyen, hát, mezőgazdasági munkásnak végsősorban, vagy tehát építész, és ilyen mezőgazdasági munkás. És tehát nagyon rá kell érezni arra, hogy az erőforrásaidat hogy osztod el. Pénzeket kaphatsz ott a kezdetek kezdetén még a ilyen ládáknak a begyűjtéséből, utána meg ahogy csinálod a különféle feladatokat, például, hogy mindig megbízol egy kereskedőt, akit elmegy, visszajön, hoz neked valami aranyat, és akkor azt ledobja neked, stb. És végső soron különféle nagyon limitált építményeket, még a kezdetek kezdetén járok, tehát lehet, hogy még ez ki lesz bővülve,
hogy a kezdetek kezdetén ilyen falat tudsz építeni, meg íjászlőtornyokat, és ugye íjászokat így kiképzel. És meg még ilyen plusz segédeszközöket, ilyen segédépítményeket tudsz építeni. És a cél az, hogy van ott egy hajóroncs, amit fölépítesz, és úgy mész a következő pályára. Tehát, hogy New Land, benne is van a címében. Tehát, hogy mindig ilyen, fogjuk akkor, vagy mondjuk azt, hogy ilyen szigetről szigetre vándorolsz, és akkor ugye egyre komolyabb és komolyabb ellenfelek jönnek elő. És akkor ugye ezt kell így szépen beosztani. Na, de remélem, hogy lesz belőle majd videó. Mit akartam amúgy? Ja igen, jó, boltos. És most koncentráljunk így akkor a játékra. És jó, igen, látjátok, hogy... Várjátok, ott volt érdekes növény. Nostrix, ez mintha kellene nekem. Nostrix, ugye? Róla emlékszem? Jó, a 14 nem kell, de veszek belőle 6-ot, majd 4-et akkor. Te mi vagy? Nem rémlik, van biztos orba szájba. Jó, ez így rémlett, ez a Nostrix valamiért. Oké, nem adok el neki semmit, mert úgyis megyünk ugye most már a... Hova megyünk? Oxenfurtba. Jó? Jó, így. És most már szerencsére akkor mindent elmondtam, amit úgy gondolom, hogy el kellett mondani, és most már így rátok koncentrálni majd a játékra. És látjátok, hogy nagyon jól kisakkoztam azt, hogy mennyi időt szánok erre, és hogy jöjjünk itt Oxenfurtba. Mert amit akartam, nagyjából elmondtam, aztán hogyha még valami eszembe jut, akkor majd meg lesz. Tudom, beszélhetnék még a Witcher sorozatról is. Mert most már vannak róla infok, és hogy akkor esetleg én is elmondom a véleményemet, de nem vagyok én olyan hatalmas arc, hogy az én véleményemre legyetek kíváncsiak. Meg még elég keveset tudunk a sorozatra, tehát még én úgy tudom, hogy el sem kezdték a forgatást, még ugye a szereplők választása zajlik, hát szóval még teljesen felesleges bármiben is beleélni magunkat, meg véremenő vitákat folytatni, hogy most ez milyen szereplő, meg hogy néz ki. Lesz, ami lesz, aztán ennyi. Majd meglátjuk. Jó, ez az Oxenfurt. Igen, meg még amúgy arra azon gondolkodtam, hogy... Hogy vigyem végbe ezt a fekete szépségügyet? Jó, de most koncentráljunk ide, bocs. Most erre koncentráljunk. Semmi más ne legyen fontos, csak most ez. Úgy. És milyen rohadt jó be lesz rendezve ez a ház is. I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek sent you, sir. How else would I know she was here? Wait a moment. I'll fetch her straight away. Ja, csak úgy eszembe jut, hogy pont méltatni akartam a Witchert, itt megint, hogy milyen frankon be vannak rendezve a belső részek. Játszok a Skyrim-mel VR-ban. You're looking for me, and who might you be? My father sent you. Igen, és meglepődtem, hogy mennyire egy kicsit ilyen viharvert a kizimiskája. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Na és akkor várj, és akkor már én nem emlékszem persze, hogy itt most miket választottam ki párbeszédként, de ugye mondtam, hogy most én nagyon szeretném azt, hogyha ők adnának egymásnak egy esélyt. Mert bízunk abban, hogy akkor a véres báró, majdnem vörös bárót mondtam megint, a véres báró most jó útra tér, és kigyógyul ebből a ivásból, alkoholizmusból.
és elképzelhető, hogy nem hibáztatlak, ott választottam itt ki, ugye, az első végigjátszásnak, vagy hát jó, legyen első végigjátszás. Vagy várjuk, ugye, mint az első meg nagy világháború mintájára, hogy a nagy végigjátszás, és hogyha lesz egy második végigjátszás, akkor az a nagy végigjátszás az átminősül első végigjátszásnak. Jó, egy kicsit morbid, tudom, hogy a nagy világháborút meg az első világháborút hasonlítom erre a vonok párhuzamot, de csak úgy eszembe jutott. De amúgy érzem, hogy nem helyes. Na, apád aggódik miattad. Így van, tehát akkor legyen ez. Every right to be angry at your father, but he's worried about you. I have a right. Thank you kindly. So good to have the approval of his hired thug. And my father worries only about what to get soused on next. Nézzétek meg az arcát, hogy... valamilyen szinten hiszek abban, jó, mert nem minden esetben lehet, hogy így van, mert nincs olyan nagy élettapasztalatom azért, valljuk be. Tehát nem vagyok egy világlátott, nagyon jó emberismerő, de... De hogyha lehet azt mondani, jó, akkor a könyvek alapján, amiket olvastam, hogy talán az embernek a szemében az arcára úgy nyomot hagy az élete. És lehet, hogy ez a lány, ez nem is csúnyácska, hanem csak egyszerűen az élete az így nyomot hagyott rajta. Örülök, hogy mitől fél legközelebb berúgni. Igazad van, hitvány alakát, ez most biztos, hogy nem. Valószínűleg, hogy jó, ez most már más szál, de nem emlékszem, hogy itt most ez lett volna. Na mindegy, legyen a fölső. Nem szent, ez klár. De ő a egész provinciát a szükségek szükségek. A szükségek szükségek a szükségek 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 szükségek. Shame he never showed such concern before, especially for my mother. Chuck. He made a mistake and knows that. I'm not defending him, just saying that maybe he's come to realize what he's done and what you mean to him. Oh, wonderful. I'll bear that in mind. Did you really come all the way here just to tell me that? Before I agreed to look for you, your father told me his version of events. Tell me yours. Mine? It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying under the stairs, caked in mud and clutching a bottle. Next dozen years, pretty much the same. Father would drink, disappear for days, then come home in a rage and send furniture flying. Thank the gods for war. I was glad every time they sent him off. And the quarrels. I remember him screaming at Mum, the thuds as he beat her, then her sobbing. I'd hide under my bed and long for silence. That's the long and short of it. Multiply by 19 and there you have my life. Finally, we'd had enough, Mum and me. He crossed the line and we fled. Szörnyű. Bocsánat, de még mindig nem tudom azt elfogadni, hogy oké, hogy Anna is vétkezett, mert hogy ugye félrelépett. Basszus, nem, ezt nem, tehát ezt én nem tudom elfogadni. De bízunk abban tényleg, tehát hogy igen, tehát hogy most a véresbáró észhez tért, és hogy rájött az, hogy abba kell hagyni az ivást, mert nem is tudom, hogy most tényleg alkoholista lett? Gondolom én amúgy, hogy alkoholista lett, mert most ugye a háború miatt is lehet, hogy ivott, mert hát miért nem, mert mulatozott a katonákkal, tudjátok. Vagy esetleg tényleg, hogy nem viselte ugye jól, ugye, hogy félrelépett annak. De basszus, tehát, állj, na. Mondd el a te verziódat, miért vetélt el anyád, mi történt anyáddal, mi történt? Wojtek claims your mother had strange marks on her hands. That a monster dragged her into the woods. Szörnyű, sajnos. We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive.
Jó, hát végsősorban ezt is tudjuk, de akkor mondja elő is. I know your mother had a miscarriage. His doing? He shoved her, she fell, that's how it started. We were alone, no one to help, blood everywhere. Worst night of my life. Sorry. Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the charge. Must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her gut than bear another child from his seed. Jézus. Gyerekek, szörnyű. Tehát, hogy ez egy nagyon szívfacsaró történet, és gondolom nem véletlenül került be a játékba, mert... Hát lehet, hogy még valaki találkozott is velem. Na. What will you do now? Find my mom. You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Akkor inkább ez legyen, hogy mi a helyzet apáddal. What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life? Forgotten it already. Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Örök heard of the Church of the Eternal Fire? Boszorkány vadász. A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Righteous, brave men. Jaj, de picim csederből vederbe. Hence the candlesticks in your room. So you believe in the Eternal Fire. Once the heat of the fire has set your heart aflame, it gives you strength and leads you down the path of truth for the rest of your life. I hope it'll bless you with its warmth one day. Thanks. Thing is, fire's tricky. It's easy to get burned. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things down. Glad you know who I am. Haven't introduced yourself, though. Gradin, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. So the Baron hired a witcher to find his daughter. Interesting. Desperate fathers have been known to do a lot to find their daughters. Unexpected from a witcher. I thought your mutations cleansed you of humanity. Stripped you of emotions. You don't need mutations to strip men of their humanity. I've seen plenty of examples. Where are you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the eternal fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Hope you know what you're getting into. I've never been more certain. The eternal fire is the best thing that could happen to me. In that case, good luck. Thank you for respecting my choice. Farewell. Igen, azt mondom, sejtettem, hogy ebből a beszélgetésből ebből nem az fog... Nem arra fogunk kiukadni, hogy... Hogy velünk jön Tamara. Ezt sajnos ezt tudtam. És jó alaposan körbenézünk itt most, srácok. Na, meg ide jelenik, hogy felvettem a levelet? Szeretném elolvasni. Mert már ugyanis már nem emlékszem rá. Rejtélyes levél, minden készen áll, csak a te érkezésedre várunk. Amikor meséltem a parancsnoknak az elkötelezettségedről és lelkesedésedről, azonnal beleegyezett, hogy befogadjunk magunk közé. Először előzetes képzésben részesülsz majd, de mivel már tudsz lovagolni és a kardot is jól forgatod, ezért a lényeget már elsajátítottad. A többihez nem kell sok idő. Amint magadra öltöd a színeinket, elindulunk megkeresni édesanyádat, és meg is találjuk majd, ezt megígérhetem.
Még akkor is, ha velem minden egyes talp alatti területét át kell fésülnünk ezért. Jó, hát... De nem csodálkozok azon, hogy ugye... ide csapódott szegény. Ez mi a franc? Ruha? Van valami az ágy alatt. Ó, de foszforeszkál minden basszus kulcs. Jó, fölveszük. Ez most nem lopás, jó? Most nem lopás. Átkutatjuk a házat. Jó, mondjuk ilyeneket nem veszek föl, csak amit tényleg úgy fontosnak érzem. Ilyeneket fontosnak érzem, mert a francia tudja, hogy olvastam el, meg ezt is. Csináld magad. Jó, nem szól. Oké. Nem kell merőkanál. Milyen hülyeség. Gombot szállító gyümölcs az jöhet, mert... ott volt valami? Nem, ott is merőkanál van. Ó, mennyi merőkanálunk van. Jó, ezek jöhetnek, mert ezek fontosak. Élelem. Oda tudunk férni? Nem. Oda akarok férni. Jó, mindegy, akkor tehéntej. Azt már fölvettem, mindegy. Szegény még itt rosszul van. Beszélj a báróval a családjáról. Az az ajtó, ez mi is? Zárva. Na jó, basszus, jó, mert ezeket eladom. Amiből ugye duplikálva lesz a könyv, azt eladom majd szépen. Menjük vissza a főtérre. És... megnézem itt a boltosokat, árusokat, ha bár ugye... Jaj, nem hiszem, hogy ugye voltam itt. What can I do with you for? If I ain't got it today, say the word and I'll have it tomorrow. De már... De már lett a boltosa. Pick something. Ott van, ami nekünk kell. Az nem kell, az sem kell. Ó, ez micsoda? Jó, ezt fölvesszük. Oké, esetleg eladunk neki, opána. Esetleg eladunk neki olyan dolgokat, amiből ugye több van. Nehogy már jól járjon a kis szemét. Tárgyak rendezésre legyen ár szerint. És akkor nem. Ez is lemezes borós üveg. Mestermunka, nem látom, hogy küldetéshez bármi szerepe lenne. Minden esetre egy maradjon nálunk. Pergamen, nem. Bőbáj, nem. Jó, akkor menjünk tovább. Nem. És akkor valószínűleg, hogy itt lesz még egy-két dolog. Te mi vagy? Eladhatom neki. Kis bunkókat. Ezt is. Ezt is. Pillanat. Itt vagyok. Oké. Így veled. So long. Mik vannak még nálunk amúgy? Hol lehet itt bemenni? Ott van. Amit tudok, most eladok. Venni nem akarok semmit. Mutasd az árut.
Oké. Jó, és akkor rakjuk most vissza típus szerint, és akkor így a legegyszerűbb. Ó, hogy milyen hamar kifogyott a pénzből. Van itt esetleg olyan, ami érdemes nála megvenni? Szerintem nincs, ugye? A javítást. So long. Jó. Aztán... mi van még itt? Nem akarok most mindennel foglalkozni, mert ugye azt majd videón kívül jövünk még ide Oxenfurtba, vagy jövök még én ide Oxenfurtba. Akkor teleportáljunk vissza a báróhoz, hogy haladjunk a küldivel, vagy beszéljünk vele. Jó? Akkor... Hát menjünk ide, tök mindegy. Hogy haladjunk egy picit a küldivel, mert még az is elképzelhető, hogy... Hűha, remélem jó fele megyek. Ezt tudom, hogy itt... kacskaringósak az utcák. Jövünk majd ide is. Ez az. Tehát, hogy... nem tudom, hogy utána mi lesz a véres báróval. De hogy... hogy beszélünk vele, és akkor valószínűleg, hogy tovább lesz, fogunk nyomozni, de... akkor, hogy én azt a fekete szépséget akkor meglátogatnám. Hogyha most nem kapunk nagyon pontos útmutatást, mert már nem emlékszem már rá. Én azt hiszem, hogy nekünk ott még tovább kellett nyomozni. Na, fussunk el. Nézem azt, hogy az eki mara az még meddig elég, de egy félig van, tehát az akkor... Csak tényleg arra elfelejtsek, hogy ha ugye folytán van az eki mara, akkor... meditáljak egyet. Na, kíváncsi leszek, én tudom, hogy van valami jó vége neki. De pontosan nem tudom. Hogy... már itt, hogy a véres báróval. Hogy lesz az megcsinálva, de... de én úgy tudom, hogy van neki valami jó vége. Na, vagy így megnézzük. De igen. Köszi azt a 20 koronát. És... na, belemessen az eső. Nem ide kell menni, hanem oda. Witcher. A word, na, hát olyan nem szimpatikus nagyon karakter. Believe we've not had the pleasure. They call me the sergeant. Left over from my army days, you understand. When me and Philip, meaning the Baron, served under a Temerian banner. Wanted to ask you about something. Na, van időnk? Mi az? Amúgy sem emlékszem már rá. Azt tudom, hogy nem szimpatikus. Semmi között hozzá. Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is. Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sits. Itt ugye körbenéztem, jól emlékszem. Ja, persze, itt jöttem ki. Oppa, az mi is? Az a jel. Igen, azt is megtaláltam. Az a Witcher jel. De itt is azt hiszem körbenéztem. Na, akkor beszélünk a báróval. There you are. See the hollyhock there. Májva rózsák, lila virágokat. Brought the plants here from Nazaire. Anna had read some story. Insisted on having them.
spent hours tending to them. Na ez azért lenne jó megjegyezni, hogy lila virágok meg. And them, the frilly ones. Májva virágok, mi a franc? Arra emlékszem viszont nagyon jól, hogy lesz valami kulcsfontosságú kérdés, döntés azzal kapcsolatban, hogy Anna mit viselt, vagy mit szeretett? Mihez ragaszkodott? Basszus, ezt jól lenne megjegyezni. Hát, ez esélytelen szinte. Legalábbis a nullához közelít. Oké. Okay. Your loss, it must hurt. Basszus. Bad. But there wasn't anything we could do. No. Not now. Not anymore. It was too late. That was clear. Should have acted earlier. Taken them all from this damned villain. In this hole. This reasty mire. Nothing could go right here. Got some information about your family. You've learned something? Well, let's go inside. It's a bit chilly out. Lila virág. Any news for me? Your daughter's in Oxenfurt. What the blazes? She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? I saw her. We talked. She said I could tell you she's safe. When will she come home? And that she's not coming back. She's not to return. But I've prepared all for her. Her rooms await. I sent away for new pantoblas from Toussaint. How can she not come back? Hát... na igen, és akkor itt nem hibáztatom érte itt most... jobb, ha megbékélsz a dologgal. A francia tudja, hogy itt most melyik a jobb. A pozitívabb. Jobb, ha megbékélsz a dologgal. Nem hibáztatom érte. Az a baj, hogy egyik sem pozitív. Basszus, nem tudom, hogy melyik lenne a jó. Jobb, ha megbékélsz a dologgal. Nem hibáztatom érte. De ugye a nem hibáztatom érte az valószínűleg, hogy igen, tehát hogy akkor Vörös Bárónak egy így a lelkiismeretére hatunk. Na jó, legyen ez az alsó talán. Na jó, legyen az alsó. Accept this, the better. Face it. I have not, true. But our change would be different. If only she'd return. If only they'd both come back. Maybe all is not yet lost. She's in Oxenfurt, you say. Well, maybe she hasn't left. Maybe she'll hear me out. You can always try. Wouldn't get my hopes up, though. I shall try. I must. Life is pointless without her and Anna. I've nothing to lose. Incidentally, what of my Annie? Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about Ciri, like we agreed. Fine. Oh. Word once given. Oh, megint Ciri was on the mend. We took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs gone stiff from so much bed rest. Jó, ez egy picit már elfelejtettem. That lass of yours, pure luck in the flesh. To hunt down a wild boar that size, why, worthy of one of King Faltest feasts, were he still among the living. Ciri, come! Our haunt should be yours as I see it. Turista. Hi, you're doing well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? Én úgy emlékszem, hogy itt tulajdonképpen, hogy nem titkolózom. Mert miért kéne titkolózni? Befogadtak, meggyógyítottak. At Caer Morhen. Witcher school there, aye. But they only took lads, as I recall.
Tök mindegy. I'm not a witcher. Just grew up there. I believe it, seeing how you swing that sword. Know any of them potions? Not so much. A bit. Because you see, at times I get this pinching back here. Shut it, Ygrin. Nobody cares about your backside. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do at all. Mia problema? Well, that's an awfully gloomy face. Too much of a coward to race a woman. The horse is mine. To race the Baron himself. I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. I'd not drink any more this night. You'll want your head about you. We start at daybreak. Húha, mi is lesz? Griff vagy Viven? Nem tudom. Valami ilyesmi emlékszem. Ready? As ever. First one to the tower. Man chop! Come on, silly! Don't you embarrass us! Igen, a lóversenyt én valahogy nem szeretem. És a vágtázást. Legtöbb esetben flottul működik, nem azt mondom. Tudjátok, hogy mindig valami van az, hogy valamikor így megtorpan a ló. Jó, kicsit hagyjuk pihenni, pacit. Your sword is mine! That'll be the day! No. You're wind, not woman. Worthy of the best horse. The mare is yours. Éppen hogy basszus. Thank you! What? Another chance to win. She screamed like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even were he to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Uh-oh. I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Oh, because he already was. And making piss poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry, I'll find Anna too. Oh, jaj, és igen, a Gwentezi mindenféleképpen Gwentezünk vele, mert ugye nekem van egy lapja. Habár ugye az első végigjátszásom, vagy a nagy végigjátszásomban. Ott ugye szerencsére figyeltek arra a készítők, hogyha nem gwentezel vele, és történik valami, akkor itt lesz a lap nála. De gwentezünk most vele, jó? Ugye ez most nem végigjátszás, nem a YouTube-nak készül. Én itt most mindenkivel gwentezek, akivel tudok. Na, de viszont
Először még informálódunk. I pay no heed to peasant babbling. Common folk see witches, wizardry, devils, and who knows what the fuck else, every which way they turn. How do you wind up here? Just curious. It's no secret. I was a Temerian soldier. My unit smashed at the war's start. Soon after, we lost hope of regrouping, driving the foe back. Those who remained wandered north. Others, deserters, or merely broken men, joined us. We were a snowball rolling down a slope. By the time we reached Crow's Perch, I commanded a sizable force. Just march into the fortress, make yourselves at home? With Nilfgaard advancing, the local lord had fled, abandoned the perch. Once this war's over, and Nilfgaard's victorious, the Black Ones will grant me a title. All talk of a self-proclaimed baron will cease. Can't help wondering why you made a deal with the Nilfgaardians. What could I do? Cast myself at them and die a hero? Fuck a hero's death. Fuck death. Rather live as a traitor. Ere long, none will remember it. Temeria is no more. There's naught left to betray. A local Nilfgaardian garrison doesn't look that strong. What of it? Even were I to attack, cut them down to a man, others will come soon. Black Ones will flood this land, take control before long. Sure as we've all got arseholes, they will. Jó. Oké, hát akkor garantizunk, srácok. Ever play Gwent? I do. And what's more, I usually win. If you've a deck, sit down. Outplay me. Remélem elsőre győzünk, most utálnék vágni. How's that for enticement? Let's lay him down. És ő húzott, és nem mondjátok, hogy ő húzott új lapot. Azt a kurva! Azt a mindenit! Ezzel nyerte meg, srácok! Azt a büdös anyádat, te szemét! Fú, ez jó volt! Ez, azt kell mondanom, hogy ez jó volt, ezt nagyon élveztem. Na gyere csak, te kis szar! Sírva fakadok. Tudjátok mit? Ott van, örüljön a játék. Szólt kell. Hát ezt nem hiszem el, ez a báról, ez nagyon kemény. Szuper. Jó, sok a duma. Dögőnyeg. Addig fogok játszani, hogy meg nem nyerem. In the mood for... Let's lay him down. No, akkor nézzük újra, mert most már biztos, hogy vágás lesz, mert ennyit nem fog benne hagyni két vesztett meccset. Rohadt keményen játszik a váró. Oké, nézzük azt meg, hogy érdemes-e benne hagyni a fagylapot. Érdemesnek érdemes. Jó. Akkor én nem is nagyon bogózom tovább, mint hogy jó ez a induló pakli. Jól van, akkor... Igen, tehát mindenféleképpen fel akarom adni ezt az első költ. Jaj, várjunk! Várjunk... Ó, na ettől féltem, hogy neki is vannak ilyen lapjai. Viszont akkor lehet, hogy végig kéne nyomni most ezekkel a lapokkal. Nézzük meg, hogy mit csinál a gép. Kilenc, tíz, megint őt ledobom. Ijászokat rakja le a kis rohadék. Jó, és akkor mondjuk most megerősítem a... Hogy mi van? Na így. Hogy most így ledobom ezt a kürtöst.
Aztán nézzük, hogy mit csinál a gép. Felperzselés van. Hogy dögölnél meg te. Tehát ennyire mocskosul jól összeválogatott paklia ritkán van a gépnek, és hogy mindig megvan az ellenlépése. Mindig megvan az ellenlépése. Én szerintem itt ilyenkor már csal a gép. Dögöljek meg, hogy nem. 15-15. Csak az a baj, hogy ugye hiába domom le a fagylapot, nem érek vele semmit. Viszont van nekem két ilyen lapom, amivel még visszahozhatom a meccset. Ó, és passzolt az ellenfelem, hát akkor én is passzolni fogok természetesen. Na, kíváncsi leszek. És én kaptam új kártyát, szuper. Ami azt jelenti, hogy most kártyaegyenlőség van. Jól van. Hát indulok fagylappal, várjatok, induljak fagylappal. Legyünk óvatosabbak, nem indulok fagylappal. Indulok megint a szokás szerint a legkisebb lapommal. Ja, nézzük meg, mit csinál a gép. De nem nekem, nagyon érzem a gyanúm, hogy a gépnek van egy olyan, a vezérlapja, hogy akkor a időjárás lapokat tudja semlegesíteni, tehát tiszta időlap. Legyen ő, nézzük meg, hogy mit kapok a pakliból. Ugye ő az, ha jól emlékszem. Igen. Nézzük meg. Na most, ha a fagylapot ledobom, akkor ő jöhet. Persze, igen. Ó, egy játszalap, de jó. Na, azt nagyon szeressem a játszalapot. Ez az, dob csak le a lapokat, és akkor most kijátszok a vezér... nem a vezérlapot, hanem a fagylapot, és megnézzük, hogy mit lép a gép. Most tényleg jól emlékszem, hogy akkor az a vezérlapja van, ami... törli. Ó, és odarakja a kürtöst. Jó, hát ezt ledobhatom már most. Oké. Jöjjönök még az ijászlapok. Na most, hogyha még oda is berak egy duplázást a távolságiakhoz, akkor hülyét fogok kapni. Jó, húzzuk az időt, fölveszek egy ilyen lapot, és ledobom újra. Ellenem talán passzolt. Passzolhatsz is, tesó. De miért passzolt? Hú, ezt most nem tudom, ez... Na, ezt most nagyon nem értem ezt a menetet. Ugye fagylapot, fagylapon lent, akkor ledobok egy ijászlapot oda. Meg akkor őket. Meg őt. Meg akkor még a vezérlapot is kijátsszuk. És úgy néz ki, hogy megkönnyörült a gép. Mert akkor végre nyertem a báró ellen. Nem tudom, írtozatosan jól játszott az első két menetnél. You won. A man's only as good as his word. Take the card. I fear Velen's short on worthy opponents. Boatbuilder in Oriton might be one. There was also an old soothsayer. De viszont itt nagyon az érzésem sajnos, hogy a gép itt most akkor megkönnyörült rajtam. About as reasonable as an old mare, but he plays a devilish hand. In fact, I don't rightly know that you're ready for him. Na, jól van. Oké, és akkor végsősorban most ugye
úgymond a báró küldetés egy picit most így felfüggesztésre kerül, mert akkor a fekete szépséget megpróbálom megkeresni, de elsősorban a Gwent paklit megnézzük. Ah, és az Északi Királysághoz került a Dijkstra. Hoppá. Hát... nem annyira királylap. Amúgy nem rosszak ezek a lapok így, hogyha ugye úgy kombinálom, hogy fagylappal együtt. Mert akkor természetesen nem a... tehát ugye a ellenség sorait nem erősítem bele. Várjátok, viszont itt volt? Igen, ez, hogy ez nekem nagyon fog kelleni. Tehát ugye ezt úgy inkább kivenném a pakliból. A kártyáltalításra. És akkor értitek, tehát hogy... nagyobb eséllyel oszt helyette valami más lapot a gép. Jó, legyen így. Oké. Na, srácok, akkor... Akkor... Well. Hoppá! Egy emelettel lejjebb jöttünk. Nincs itt most semmi keresni valami, ugye? Körbenéztem a szobákba, beszéltem a kislánnyal. Tehát, hogy... itt most nincs semmink, amivel nagyon foglalkozni kéne. Ha csak nem annyi, hogy... hogy meditálunk egyet. Szerintem most már úgy... végére járt az Ekimora. És akkor legyen ugye... új. Ucsi. Világtérkép. Ha jól tudom... hol lehet? Valahol errefele emlékszem én a fekete szépségre. Ároknél lenne? Jó, úgyis, jó fele megyek amúgy? Igen. Hogy úgyis teleportálni fogok. Most nem akarom az időt húzni. Mert lehet, hogy rosszul emlékszem, hogy egyáltalán nem ott van a... az a suttogó halom? Vagy fú, nem tudom már, nem emlékszem már rá. Hogy hol van a fekete szépség. Mindegy, tehát őt akarom most megkeresni. És ugye beszéltem nektek arról, legalábbis remélem, hogy beszéltem arról, hogy... előbb-utóbb ugye... oda fogunk kerülni a fekete szépség, az biztos. És akkor szeretném most azt úgy megoldani, hogy... jó, hát nekem egyáltalán nem erre rémlik a suttogó halom, vagy mi a franc. Hanem itt, valahol itt rémlik nekem. Csak itt semmi látom kírva, hogy suttogó halom, vagy valami ilyesmi. Na mindegy, menjünk árok mélyre. Basszus. Igen. Pedig tudom, hogy valamelyik résznél ott voltam. Ugye eljöttem mellette, csak nem tudom, hogy melyik volt. Kár, hogy nem jegyeztem meg a nevét. És lehet, hogy ez egyáltalán nem jó, ez a helyszín. Lehet, hogy célszerű lenne itt valakivel beszélni. Mert erre a falura emlékszem, akik valamilyen kapcsolatba kerültek a fekete szépséggel. Semmi. Öreg ember. Bejöhetünk. Milk, freshly curdled milk. Egg straight from the coop, nary a trace of shit on them. Show me what you sell.
Igen, és akkor kénytelen leszek sajnos vágni. Jó, egyelőre ennyi elég. Játszunk vele? Játszunk vele, srácok! De ennyi. Don't know that I'm gonna buy anything, but I sure wouldn't mind a few rounds of Gwent. Játék indítása. Mondottam volt, ez most nem végigjátás, ez most tényleg arról szól, hogy én most ahogy játszanék magamban, és ugye ott én mindig szakítok időt a Gwentre. No, bejött akkor nekünk egy kémlapunk, és mondjuk jó sok közelharci lapom van. Szörnyekkel lesz. A szörnyek, én úgy tudom, hogy ott szeretik a közelharci lapokat ledobni, ugye? Jól emlékszem. Jó, maradjon ez a pakli. És akkor induljunk. Ellenfél köre. Jó. Rakjuk le a indulásnak őt. Hűtös lap. A szipi-szupi. Ó, a kis rohadék, hogy az IS lapokat rakja le. Rakjuk le akkor őt. Érdekes, hogy csak egy lapja volt ebből, és akkor nem hívott le többet. 5-tel van, 0-val. Szívem szerint még tovább vinném. Tudjátok miért, mert hát ha még közelharci lapot dob le. Melyik a leggyengébb lapom? Mármint, hogy nem ezekből, mert értelemszerűen ezt majd akkor későbbre adjom, de viszont a szörnyeknél biztos, hogy lesz felperzselés lap. Az 100%, az tuti biszti. Hát akkor legyen ő. Kicsit még nézzük meg, hogy mit tudunk belőle kihozni. Lehet, amúgy nem is lesz erős ellenfél. Látjátok? Tehát lehet, hogy nem is lesz erős ellenfél. Mégsem egy báró szintű. És van jó pár olyan lapom ugye, amit most így tudok nyomni. És majd a következő körbe ugye majd lerakom a közelharci lapokat. Na nézzük, akkor mondjuk legyen ő. De még így sem olyan sokkal van, csak az a baj, hogy azt a egy IS lapomat már nem tudom lerakni. Viszont arra is kevés vagyok, hogy még most emiatt én passzoljak. Mert minek? Tehát passzus, tehát még csak hárommal van. Hárommal nyer. Csak az a baj, hogy sok esélyem már nincsen. Sok esélyem már nincsen, srácok. Mondjuk neki se. Tehát ő is már csak ilyen távolsági lapot tud lerakni. Mert a többi az mind ugye gyengíti. Jó, akkor nézzük meg. Kíváncsi vagyok, mit fog csinálni a gép. Nem mondjátok. Nem mondjátok, de még mindig én vagyok nyerésre állva. Jó, akkor vezérlap. Arra vagyok kíváncsi, hogy van-e a rohadéknak izélapja, felperzselés lapja. Jó, hát akkor mi is kihagyjuk a kör. És ugye írtozatos lapelőnybe vagyok, és most azt nem tudom, hogy kapok-e én kártyát. Úgy nézem, de kapok, jó. Szipi-szupi, meg ezzel nem is rossz lapot kaptam. Jól van, hát akkor gyerekek, most még mindig a legkisebb lapot rakom le. Mert ugye felperzselés lap bármikor lehet ennek a rohadéknak. Bármikor lehet felperzselés lapja. Jó, hát ez nem egy erős ellenfél.
Jó. Már csak egy lapja van. Jó. Jó, jó, jó. Na még ezt nézzük meg. És akkor mit tudom én, van valami közelharci lapunk? Nem, pont nincs. Viszont akkor itt van egy nagyon nagy értékű lap. Jó van, akkor végső soron ennyi. Passzolhatunk most már mi is. Nem hiszem, hogy most ebben az esetben le kéne raknom nekem az összes kártyát, hogy megmutassam, hogy én voltam a Jani, mert hát, tehát én úgy gondolom, hogy ez nem volt egy erős pakli. Jó van. Na jó, ezért így nem jutunk dülőre. Hol a francba lehet? Emlékszem, hogy voltam ott, és tényleg én úgy emlékszem, hogy valahol ezen a környéken voltam. Szörnyfészek. De így most ezt megtalálni. Mennyi az idő, srácok? Akkor lehet, hogy én most itt lezárom ezt a részt. Játszogatok egy picit a játékkal, megpróbálom megkeresni a fekete szépségnek az útját. Kimboltú, Trombadölt, Nemesi torony. És ott csatlakozunk vissza közösen. És mondom, tehát én most először a fekete szépséggel akarok találkozni. Megnézni, hogy milyen párbeszéd zajlik le, és hogyha egy mód van rá, akkor elpusztítom. És megnézem, hogy úgy, hogy megy tovább a történet. Valószínűleg, hogy értelemszerűen nem fogom megkapni azt a küldetést talán a banyáktól, hogy menjek oda hozzá. Mert már ugye megöltem. De tényleg, bocs, de fingom sincs, hogy most hol lehet. Azt tudom, hogy valahol így kérdőjeleztem, de aztán így... Aztán így... Ott találkoztam is. Tehát láttam, hogy ott van a... A fekete szépség meg beszélt hozzám. Na jó, oké, bocs. Semmi értelme nincs. Tényleg semmi értelme nincs. Menjünk még a gyors utazási ponthoz. Tehát ez most itt, ennek a videónak akkor itt most lesz a vége. És majd így kalandozni fogok a játékba, és hogyha meg lesz a fekete szépség, akkor visszacsatlakozunk. Nézzük meg a küldetéseket. Görbeláp, igen, 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 de... Várjátok, én úgy emlékszem, hogy görbelápon... Tehát nem volt az olyan messze görbeláptól a fekete szépség. Én úgy emlékszem, hogy nem kellett sokat menni. De valamiért nekem... Nekem árokmély rémlik. Valamiért, ne kérdezzétek, hogy miért, basszus. De viszont görbeláp... Itt van csalitos vég. Tudom, hogy csalitos végtől például nincs messze. Nem emlékszem, hogy ennyire délre lett volna a görbeláp. Na jó, mindegy, majd meglátjuk. Már az a baj, hogy elfelejtettem. És tényleg most akárhogy próbálom úgy szugerálni... Akárhogy próbálom szugerálni, srácok, nem fog eszembe jutni. Ördökatlan sem, biztos. Nem ennyire éjszakon volt.
Hát akármennyire próbálom szugerálni, egyszerűen nem fog eszembe jutni. Ennyi meg egy bombi. Mentés. Sikeres a mentés, szuper. Főmenü. Na, akkor legyen elég most ennyi. Legközelebb a terveim szerint akkor ott fogjuk folytatni, hogyha megtaláltam a fekete szépségnek a búvó helyét. Ugye valami domb alatt van ott a barlangban. És tehát én arra vagyok most kíváncsi, hogy így próbálgatva a játékot, hogy mi van akkor, hogyha most elébe megyek az eseményeknek, beszélek vele, és hogyha egy mód van rá, akkor el is pusztítom. Ugye az első, az alap, a nagy végigjátszásnak, az nem mindegy, jó, hogy nem csűröm, csavarom, tehát az első végigjátszásnál ugye ott életbe hagytam, mert a gyerekek nekem fontosak voltak, meg tök jó érzés volt, hogy akkor a gyerekekre, gyerekeket ugye elmenekítette, mert ígéretet tett, és be is tartotta azon ugye az ígéretét, meg is lepődtem rajta. Igaz, hogy utána tett egy rosszat is, de hát, most hogy jogos vagy nem jogos volt a bosszúja, azt nem tudom. Na, én... De nem kellett volna megölnie ott azokat az embereket, na mindegy. Viszont ugye, ha jól emlékszem, nem is találkoztunk utána vele. Ha valahol fölmerült még a neve, mint Fekete Szépség, a későbbiek folyamán, de utána már nem. Ugye a banyákkal viszont találkoztunk. Ott is majd érdekes lesz, hogy majd hogy lesz megoldva az a csata ott a végén, meg hogy ugye a báróval, a bárónak a sorsát hogy tudom majd jóra fordítani. Azt majd meglátjuk. Na, jó van srácok, ennyi lett volna akkor ez a rész. Nem tudom mennyi időt sikerült össze fölvenni. Biztos, hogy több mint egy óra volt, de szerintem másfél óra is. De nem sokára folytatjuk reményeim szerint, jó? Sziasztok! Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!